ide értünk a reptérre. Azt hiszem 7 óra van. Még mindig nagyon korán. Úgyhogy nagyon forgalmasan tolják itt a szerkezetet. Az új játékosom, a csalóközi Xavi. Most elvileg próbajátékon van. Nem, leigazoltuk. Saját nevelés. Mióta futballozol itt? Hát, egész életemben. Volt egy igazi sárga-kék szívügyek, vagy ugye? Úgyhogy most átléptünk itt szépen a becsekolás résznél. 9:20-kor indul a gépünk. Eddig minden zökkenőmentesen megy, úgyhogy reméljük, hogy ez így marad tovább, és nem fog késni a gépünk, mert szeretnék egy nagyot pihenni, ha odaérünk. Holnap reggel fognak kezdődni az edzések. Most éppen csekkolom majd be, és már becsekkoltunk, szállunk fel a gépre. És itt vannak a lusták, ott meg az erőléti edző. Ő nem használja ezt a lusta fegyvert, tehát sajnos igaza van. Én készülök már a hétfői keddi edzésekre, megkaptuk a programot, úgyhogy minden pihenésre alkalmas időt megpróbálok megfogni. Fönn vagyunk már a gépen, most fogunk indulni. Itt vagyunk a gépen, szerencsére Luciano is visszatért. Itt van, már alig várjuk. Olyan aranyosan alszik. De hupigék törpigékből az egyik. Sziasztok! Ideértünk a hotelba, minden rendben volt. Közben a technika ördög egy kicsit megviccelt engem, és nem sikerült mindent fölvennem. És szerintem a zsebembe úgy hagytam, úgyhogy lemerült. Tűzforró volt a szerkezet. Most megyünk egyet futni a partra, és aztán holnap kezdjük meg a keményebb melót, napi 2 edzésekkel. Azt gondolom, hogy jó fog telni ez az edzőtábor, jó hangulatú lesz. Remélem mindenki egészséges lesz, és jó mérkőzéseket fogunk játszani. A hotel és a körülmény nagyon szép. Én ugyan már voltam itt egyszer, majdnem ebben a hotelban, Törökországban meg rengetegszer. Téli alapozásokat mindig itt csináljuk. Úgyhogy ha tetszett a szegény ember Schaefer TV-je, akkor legközelebb is tudjuk folytatni. Egyébként innen is üdvözlöm a Schaefer barátomat, és sok sikert szeretnék neki kívánni. Remélem, hogy teljesül minden álma, és azt gondolom, hogy nagyon jó éve lesz az idei is. Illetve kis Szendrei Ákos, kis paksi fiatal barátom, aki ma ünnepli születésnapját, úgyhogy nagyon boldog születésnapot szeretnék kívánni neki. Sziasztok!